Meni, kapcsold be! Te vagyok, Meni nincs itt. Érdekett. Jaj, de szép lett a karácsom, kéket a karácsonyfa, ha eléget a fenyőfa, hívhatjuk a tűzoltókat. De mondd, hol tanultad ezt a verset? Pontosabb a ebből könyvből? Hé, ez még mi? Szép volt kívánok! Figyúz, Rubi, ez pont magának jött. Kedves gyerekek, sajnos nem tudok eljönni, mert gyomorrontást kaptam a csípőszoz miatt. El kellett menni vészélye, hogy toljak én ezt tojást. Úgyhogy helyette vegyél át valaki eljét. Üdvözlettel a télapó. Az igazi télapó. Szentséges Habakuk. Szentséges Habakuk. Ez tényleg... Ez embersejtés. Na mindegy. Aki át megmérgezte a Mikulást. Nem, de úgy értettem, hogy valakinek át kell venni a helyét. Például a téapó helyében. Keresse meg valaki, hogy végül ki lesz az igazi téapó. Holnap elkezdjük a téapó osztást. Ez pont magának is szakít össze. Nyugodjon meg. Olyan lesz, mint a pincs. Na, szeretném járni. De most komolyan, hol szerzünk mi egyáltalán télapót? Ismerek valakit, aki pont nagy a szakálla. Látszuk csak, szeretni van nem szeretni. Ki érti ezt valójában, nagyon pocsék? Bátalhatné valamilyen jó párt. Maestro! Oh, mit akartok? De kéni valamilyen arról, hogy leszel-e a télapó? Mi? Hogy a télapó? Nem akar esetleg enni a télapó? Legalább egy napra. Na-na! Élek? Nem. Légy válszor, nem akarok éppen a Kabu Mikulást. Figyúz, a télapó viszont nem én vagyok. Itt ha én lennék a télapó, attól tartok, hogy a gyerekek frázba jönnének, amióta nagy lett a szakállam. A helyes válaszom, én a nemre szavazok. De ha nem lesz téjápó, akkor a gyerekek mit fognak ezek ünnepelni? Ünnepeljék azt a klampuszt. Virgácshoz kapnám el minden lejszimpítő a nyuszipoig. Én ugyan nem éleklek. Tudjátok jó valójában, hogy én nem leszek Mikulás. Az van valami? Júgcak, neked már van szakállad! Te lehetnél az új Mikulás! Tényleg, amióta nagy a szakállam, nézd meg a lábamat! Tök olyanok, mintha éppen céget táncolnék rajta. Attól a gyerekek biztosan örülni fognak. De ki volt az a Kamu Mikulás? Egyetlen egy alakot is felkész, akit nem más, mint a Grinch. A leggonoszabb, gonoszabb bikja, egész a párti, legrosszabb émáma. Tényleg, most hol lakik? Jó van, na ne ugatsz! Egek ura, hogy akivel inkább macskát veszek, aki székát tiltától tudnék. Hol készhet ilyen korszakáig? Úgy eszik, hogy a plázába ment valami prüccállatokért. Nem is tudtam, hogy szereti a prüccállatokat. Egy ilyen lánynak... Mikulás kiiktatva. Remek kislány vagy. Vége most aztán megérezhetem a szaftos kis Mikulás bosszú ízét. Jó, ha itt értjük, akkor mihez kezdesz fel? Talán inkább meg semmi hígyen. Oh. Mit ott? Igen. Hát, akadt egy kis nagy bötkelő. Valaki átvett a Mikulásot. A Mikulás helyét? Hogy lehet kényes? Hát, megkekte, nem én? Megállj, drága Mikulás. Esküszöm, hogy végül talapokra fognak tépni. Egyébként a téved.
Az mindenki kedvelje Mikulász. Én mondom, a gyerekek viszont az igazi Mikulászra vágynak. Pedig nem azért mondom, de eléggé szivatásznak vennék. Pedig a kamu Mikulász eléggé vizet. Én mondom magának. Nem vagyok túlzás! Nem vagyok túlzás! Ez Mikulásznak én vagyok! Ha nem tudom ennyi elég biztos. Passza a szopmókot, meglátogatjuk Odin Sparksot, aki elvette a Mikulász. Hull a pejhez fehér hó, itt van már a télapó, minden állat arra vár, hogy buta ének hangja száll. Hadd már abba az énekrészt, most már tényleg az agyamra mész. Bocsi, csak gondoltam is helyes. Na, mindegy, usszunk. Nos, itt a fehér hó. Elburít engem a hótakaró. Nem azért mondom, de elkezd olvadni, amit te elmondtad a hótakarót. Hát, ez valóban. Elég itt csöpögnek. Nos, elhozták a Mikulászt. Már is itt égedik, de adjon egy percet. Jó, de aztán igyekezzetek. Ma kezdődik a Mikulász szezon. Ugyan erre készítsetek. Hozz mi télapót? Talán a maestro segíthet rajtunk. Ez az maestro. Krista, te zeli vagy. Még egy pici szimítás és maestro! Kopogni nem szoktatok. Nincs ajtó, drágulnak. Ruby, hoztam egy döntést. Épp eszége úgy határoztam, hogy én nem lehetek a ti Mikulásatok. Micsoda? Hogy oda ne rohanjak? Hogy érted azt, hogy nem akarsz Mikulász lenni? Csak hoztam egy döntést, de... Figyulsz, tudom milyen a legnagyobb sziki. Az, hogy legalább te pont az abban a gyáva vagy, legalább olyan Noxhoz képest, hogy egy Mikulásznek lehet nagy szakálla. És ami ott a miért, hiszen nem akarsz lenni, akkor elégék át. Ez tökre sziki. Tudom el a sziki. Az, hogy egyfolytában a gyerekek letépik róla a szakállat. Én csak hoztam egy döntést és kész. Én nem nyitnék vitát. Hoho, lesz a teszttel. Nem fordítasz hátad. Mi az a karácsonyi verzióval? Mindig csak elbújtasz a szégyenedbe, miközben Grinch viszont... Grinch? Te találkoztál Grinch-el? Várj, mi azt a tettem? Jaj, tényleg... Jaj, mi történt? Akartam nekem mondani, hogy Grinch viszont ő a igazi Mikulász, nem én. Nem hagyod az, hogy a gyerekek szenvedni fognak miattad? Itt érdekelnek a gyerekek. Hogy kit? Engem. Épp eszége azt akartam, hogy a télapó, igazi télapó jöjjön. Egyáltalán mit csináltál tulajdonképpen? Csak írtam, ezt kis felszed. Nézd, ez pont tetszeni fog. Na nézzük. Hull a pejhez fehér hó, jöjjel kedves té. Ez pillanat. Ez pont úgy hangzik, hogy az időszényi kippeszége a maszkáknak énekelik a nótájukat. Eléggé égő. Ne, én ugyan nem veszek részt ebbe. Úgyhogy hoztad a döntést, tudom. Figyelj csak. És ha esetleg nem lesz jó így. Hát akkor halljam, mit akartok? Maestro, van egy üzleti ajánlatom. Csak akkor hagyjunk békét meg nyugalmat, ha cserébre megteszed azt, ami mi szokunk, hogy beállsz Mikulásznak. Nem is tudom, gyerekek, biztos vagytok benne? Csak nem akarsz hátat fordítani, miközben a hamis Mikulászt választák helyetted. Legalább tedd meg a gyerekekét. Jó van, megteszem. A ti kedvetekért. Megteszi. Hát akkor meghoztad mindent. Bizony, itt van nálam. Remek. Egon minden, gyöngk a szobába. Elkezdjük a Mikulász szezont. Ho-ho-ho-ho-ho! Jaj, az én szövegem. Bocsi. Túl a szó volt. Áó! Jaj, ne haragudj! Mondját rá! Ilyába vagyok ennyi ellevelve. Na, meg
meghoztad? Ellenkezőleg itt van nálam. De miért kell az neked? Meglepetés Milestone-nak, de addig itt elegezte, addig a bárkézigenét. Meg lesz. Meddig várjak? Hihetetlen. Milestone nem veszi fel a teóriát, hihetetlen. Császom meg, de akadt egy kis nagy bökkenője, úgyhogy jöjjön vissza később. Szegélyke nagyon betegedett, úgyhogy... Szóval ezt nem szerettél, mert az a baj, hogy nagyon feltőző vagy. Feltőző? Fáj, tényleg. Na mindegy. Ha nem leszek ennyire beteg, akkor majd jövök vissza holnap. Eddúlaja van. Jaj, a főnök nagyon imádni fogja. És most játsszik az izgalma screen-t. Hát... Ó! Oh. Krincs, mi történt? Nagy baj van, elkése valami főzőklubról. Főzőklub? Hol lesz? Pontosabban a szomszéd házjukán. Az egéjükba beszélsz? Igen, az egerek ott tartják meg a főzőklubot. Éppenséggel a lecsó élőközvetítést. Vigyázzak rá. Riadó! Na, hogy ment? Egészen jó ment. Úgy bekapta a holgot, mint az egérjukat. Jó, hogy legalább itt nincsen. És most, ha Mikulászra várnak, akkor tőlem megkaphatják. Kész van, Ruby. Több száz éhes vendég vár a tápra. Nyugi, megkapják a tápot. Nem is gondoltam, hogy itt látszik a Mikulász. Elég, parád. Na, elég jól nyomom ezt a nagy bajt. Bagyád, akkor... Hé, várj! Nem az én helyem előtt? Kapjád, nem lesz! Nem lehet, ha nem egy percet előtt, hogy a gyerekek. Ne bújjak abba a házikával. Na, gyerekek! Most menjek. Én kezdhetjük. Tisztel gyerekek! Én, mint a levezetett Odysparks, ezennel megnyitom a télapó bevonulását. Köszönjétek Eszti házigazdánkat, Ruby Sparksot! Hallod, ő az én bratyókám. A te bratyód? Szerintem itt olagász lesz. Köszönöm, hogy ti eljöttetek. És most, ha már úgyis itt vagyunk, mondom, hogy tett még egy pár szót, jöjjön a Mikulásztal. Hát, 1, 2, 3. A pejhez fehér hó, itt van már a télapó. Minden állat arra vál, hogy buta ének hangja száll. Van nekem, van minden jó, ez nagyon rémes. Anis, Timpi, Szusi, Poly, minden állat arra vál, hogy itt van már a télapó. Kubizzátok. Ő itt a télapó. Köszönöm. Na gyerekek, megjött a Mikulász. Legyen póni, legyen póni, legyen póni. Te fejed, beszélsz. Csak így eljetsz. Tulajdonképpen nem hoztam neked, nektek semmit. Mi folyik itt? Ó, oh. Te. Ismerős vagy valonnan. Ismerős? Ki beszél ezt, mert pontosabban te lennél be a rizsámat. Na jó, csak őt ismerem. Ki? Engem? Ez az én fejem. Én meg én lennék a mennyasszony. Gyere, hozzám jönnél feleségül. Éppen szíge hozzád lennék feleségül. Hihetetlen. Ha ezt kis lakászunk, összebújcsizhatunk. Ilyen gusztusztad még, nyugi, nyugi. Csak nem minópala. Éppen szíge, hoztam nektek egy rendkívít. Éppen szíge, ide az értékekkel. Értékek? Tehát nekünk nincs. Nope, majd a drága kisasszony megmondja nektek, hogy van inkább nevezem úgy, hogy ő a Krampus. Ő egy rossz kislány volt. Ékaz, ő átvent minket. Fúj, fúj, fúj. Ne, várjatok, itt valami félreértés. Mikulász, miért viselkedsz így? Az én melt? Én vagyok Krincs. Igen, ezt már fejezzem. Te lennél Krincs? Te azt hittem, hogy te legenda vagy.
Nem hiába, hogy a kedvemre. Elakozhat mancsokkal ide az értékekkel azonnal. De mi már befizettünk. Nem az kell nekem, hanem az, ami a belsejében van. Na ide az értékekkel, de rögtön. Nekek segítsetek, ő itt cringe. Nyugi, tudok egy sokkal jobb helyet neked. Hé, Luna! Igen, gazdám. Kisé szépen a vendégünket. Oké. De, vaj, ez nem teheti, Jogi! Ti már adjatok gyerekek, amíg én visszajövök. Hé! Hey. Nem zárhatsz be csak úgy! Tudom, hogy te vagy Grinch! Hát, hogy meglepődtem? Te meg itt leszel bezárva a szépbe, hogy tesszik? Maga tegek mondtál! Ne aggódj, biztos a jó helyen lesz ott a szekrényekben, úgyhogy... Hogy mondja én neked valamit, úgyhogy csak annyit mondhatok, hogy... Bye-bye! Vaj, ne! Vége, elveszem azt, ami az enyém. ez jó, papa. Miért is szemetünk? Hogy ezt a Rubit eltámítjuk, és én leszek majd a Mikulás. Ezek a lóvét akarják. Azonnal kérjük vissza a pénzt. Igen. Lehagynátok végre az Istenét! Figyeljetek, a Mikulás nincs itt, remélhetőleg beteg lesz szegény. Ha annyi a beteg, akkor minek ment nyugdíjba? Azt senki se tudja, mint azt tudjátok valójában. Néha kiskoromban álmodtam arra a Mikulászot, de látom, hogy most átáltalett a szél. De rájöttem, hogy a Mikulásznak van felsége, ami Mónak hívják, és éppen ezért felségbe akarja venni. Mondjátok, hogy enne éntsen meg. De amikor ez bennünk van a szívünkbe, de azt se tudom, de azt akartam mondani, hogy hol van az igazi Mikulás? Itt van a télapó boldog kalácsot, gyerekek! Na hát, Odi, Krista, hogy hiszek a figyek? Tettan lenni szimpész nyuszi baj, a nektek számára a gyerekeknek. Te lenni a bizony én vagyok. Megérintettél, végeten. jó papa, oké, most várjuk. Gyerünk Odin, magyarázót kérek. Mondd meg őszintén valójában, hogy mi folyik itt. Azt hiszem találkozzuk azzal a Grinch-sel. Grinch. Ismerősz a fajta. Úgy látod, találkoztam el, de nem egyszer, hanem kétszer. Rájöttem, hogy a Grinch egyáltalán még itt a bosszút akart forralni. Éppen ezért holnap szembe kezdem. Éppen ezért elviszem Lénát, és vele együtt Zoét. Meg persze, kit is vigyek még? Oh, vigyel engem. Ne ugrál az, bocsi. Meg el még a Jakabulat is. Hé, ezt már nem beszélgettük. Nagy gyerekek, most menjétek szép haza, amíg mi rendezzük a Grinch-sel a dolgot. Szóval kéz és lábtörést. Jó hittetek. Addig holnap készüljetek, mert titkos küldetésre veszek részt. Ez állati hajóba fogunk mulatni. Bizonyáltal fogva, igen. Hát akkor dologra. És én még azt tudtam, hogy nem vagyok igazi Mikulás. Biztos, hogy itt láttad. Ellenkezőleg itt volt a szépbe. Rubi, minden rendben? Minden rendben. Melegebb volt, úgyhogy levetkeztem. De arra nem álmodatok, mindjárt visszaöltözök. Azt hiszem, mindjárt jövök. Repül a disznó! Megvan! Próbál először meg! Kaszok! Hálászor örök, hogy itt vagytok! Ütött, amikor mi távol voltunk! Nem hittnék el, de inkább kapjuk egy Grinch-et minél hamarabb! Nézzük, csak ide kell jelzni! Oké! Okay. Jó van, Luna! Amíg hálamig számolok, te megnyomod ezt a gombot! Oksa? Most már megnyomtam a gombot. Nyomjad! 1, 2... Áj!
megvan Maestro. Maestro, ő a mi kurász? Ez a álom hippi. Hogy jött a tárki? Akadatelőből, akit pont úgy hívják, hogy a barátság. És most elvesszük azt, ami a miénk. Ezzel elkésztetek. Megnyomom szépen a gombot, és mindjárt meg fogtok dögölni. Egy, kettő, három. Jaj, ne! Yes, Peppy, ez a mi kurás. Jutok meg, gyerekek, a többit majd átveszem. Ez neked. Szeretem, segítséget. Luna, azon olvasz ki. Ne hazudtál. És még neked segítsen. Oldogolj csak. Én hazamentem. Gyere vissza. Hoho, megmenekültünk. Hohoho. És ez még nem minden. Hadd kívánja boldog karácsony. Boldog karácsony mindenkinek. Viszlát, télapó. Ja, felejtettem, hogy egy egészet megírtam, hogy a vizet közben lehetett a poszikából, hogy mi. A kásávét neki! Orvost! Nos, Grinchul, tudok egy sokkal jobb helyet az, hogy te megtanulgass. Ami ilyentől fel lehet hívni Fábián Ernestet. Hát idén elvált a télapom, igen, megpróbálkoztuk. Mi dolog jó volt rá, de mondjuk, hogy megmerkültünk. De hol van Rubi? Sziasztok, Fraszok. Mondd, mi történt? Elmondom neked. Kényszerítettem Maestrót, hogy még ő legyen a Mikulás, de nem volt szándékos, úgyhogy nagyon sajnálom. Én is szállnálgatnék, de nem szállsz be összetek a játékba. Játék? Hú, ez jó lenne. Na, kérsz? Azt hiszem, hogy én. Ez csak egy lenne a fekete méter. Itt verítsék el én. És fájcok. Még jó, hogy a Hufnagel Pisti nem lehetett ennyi Mikulás. Az jó ötlet. De mi történt azzal a... azzal a Grinch-el? Folytukan, el is felejtettem mondani, hogy megpihettől állok, adj nekem egy puszikát. Jaj, ne, segítség, ez meg akar nyugasztani, segítség! Nem tudtam, hogy ma ennyi a szerelmes kincsbe.